Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket, Balázs Andrénak hívnak, és engedjetek meg így a Sufni Talkom elején egy rövid bemutatkozást így a részemről. Azzal kezdeném, hogy foglalkozásomat tekintve zenetanárként tevékenykedem, és emellett a BTA mesterszakos hallgatója vagyok, lelkipásztor szakirányon. Mindemellett, ami még fontos információ talán, hogy elmondjak magamról, az az, hogy 2012 óta vagyok ifjúsági vezető a Szegedi Baptista Ifjúságban, és a MABIM-nak, a Magyarországi Baptista Ifjúsági Missziónak vagyok még a vezetői tagja 2016 óta. És feleségemmel együtt Szegeden élünk, és ott is szolgálunk a helyi baptista gyülekezetben. Talán, hogyha egy mondattal kéne összefoglaljam azt, hogy miről is fogok beszélni, az a mondat így szólna: akkor kell elkezdeni az utódképzést, amikor még nincs rá szükség. Ez a mai előadásom címe ugye az ifi munka átadása. És miért is mondtam ezt a mondatot? Egy személyes példát engedjetek meg, ami egészen körülbelül 5 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor egy ifi vezető képzőre elmentünk többen Szegedről is, és én akkor frissen kezdtem el a dicsőítésben szolgálni, és akkor volt a feladatom, hogy a generációmban lévő fiatalokat összefogjam, és velük együtt egy dicsőítő csapatot alkossunk. És ezen a konferencián, ezen a ifi vezető képzőn volt a programban egy ilyen pont, hogy a dicsőítők találkozása. És ezt nem csak én, hanem többen félreértelmeztük, és úgy értettük, hogy ez egy délutáni szeminárium program lesz, és nagyon lelkesen oda mentünk az egyik akkori vezetőhöz, és kérdeztük tőle, hogy mikor lesz ez a szeminárium, és miről is fog szólni. És ő akkor meglepetten mondta, hogy igazából ez nekik a belsős programban egy ilyen figyelmeztető volt, hogy akkor kell próbáljanak, mint dicsőítő csapat, de hogyha már ennyien így oda gyűltünk, akkor hát beszélgessünk már egy kicsit. És akkor egy nagyon nagy mondatot helyezett így Isten a szívemre, hogy bár nekem még a feladatom abban a pillanatban az, hogy az én generációmban lévő fiatalokat fogjam össze, és úgy alkossunk közösen egy dicsőítő csapatot, fontos elkezdeni foglalkozni a fiatalabb generációval. És miért is mondom ezt? Számtalanszor megtapasztaltam azt, hogy talán amikor nehézségek vannak egy-egy szolgálatban, és sok a teher, akkor egyrészt jó az, hogyha van egy másik csapat is, aki mondjuk be tud segíteni így a dicsőítés szolgálatát, ha nézem. És ez egy nagyon nagy bizonyság volt, amikor elkezdtem foglalkozni talán a szükség ellenére ezzel a fiatalabb csapattal, alattam lévő generációval. És nagyon-nagyon pozitívum volt az, hogy ezek a fiatalok nagyon lelkesek voltak, és nagyon nagy örömmel elkezdtek próbálni együtt összejárni, zenélni, és lehet, hogy ha talán úgy foglalnám össze ezt a szolgálatot, hogy kicsit olyan volt így az ők segítésük, kinevelésük, mint szolgálat a szolgálatban, de nagyon nagy eredménye volt a közösség szempontjából. És mire összekovácsolódott az ő fiatalabb generációs csapatuk, addigra az én fölöttem lévő generáció már teljesen eltűnt az ifiből, és egy hatalmas űr lett volna, hogyha én nem kezdek el abban az időben foglalkozni velük. Szóval talán ez egy nagyon fontos gondolat lehet most így, hogy akkor kezdjünk el foglalkozni a fiatalabbakkal, amikor még talán nincs rá szükség, mert nem tudjuk azt, hogy milyen élethelyzetbeli változások lesznek, ami után nagyon nagy űr keletkezik egy-egy közösségben. Most hoztam nektek egy szemléltető eszközt, és nem tudom, hogy ki az, aki tudja, hogy ez micsoda, ez a bot. Kérlek szépen titeket, ez egy staféta bot, egy tesi tanártól kértem kölcsön, tehát muszáj, hogy az legyen. Miért is hoztam én ezt nektek, ezt a botot, staféta botot el? Van egy nagyon jó kép, amit Pál apostol is idéz, hogy sokszor a lelki életünkben futásra kell gondoljunk, és én azt szeretném mondani nektek, hogy a utódképzésbe is nagyon fontos az, hogy úgy fogjuk fel az ifi munkának az átadását, mint egy váltófutás. Mi történik, amikor egy váltófutás zajlik éppen? Az elsőként futó, amikor már a szakasz a vége felé közeledik,
a mellette lévő sávban mondjuk a következő új futó már egy szakaszon közösen elkezd mellette futni, hogy amikor a váltópont van, akkor lendületbe tudja átadni ezt a stafétabotot az első futó a másodiknak. És valahogy az ifi munka átadásában is ilyen folytonosságra kell, hogy törekedjünk, és ez kell legyen az a mozgatórugó, ami már talán a szolgálatunk elkezdésekor bennünk kell legyen, hogy figyelnünk kell azt, hogy kinek tudjuk átadni, és jól átadni. Talán nagyon sok ifjúság küzd azzal, hogy hirtelen kell átvenni egy-egy szolgáltat. De nézzük meg az igét. Mit is találunk benne, akár ami számunkra is bátorítás lehet, és példa lehet. Gondoljunk csak Jézusra. Jézus 3 évig foglalkozott a tanítványokkal, azzal a 12 emberrel, aki az ő belső köréhez tartozott, és látszólag nem volt elég. Mert mit olvashatunk a János Evangélium a 20. fejezetében, a 19. és a 21. vers között? Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szent lelket! Tehát azt láthatjuk ebbe a történetbe, hogy Jézusnak nem csak az volt a fontos, hogy ezek a tanítványok átéljék azokat a csodákat talán, amiket ott a közvetlen környezetükben végrehajtott Jézus. Vagy nem csak az volt fontos Jézusnak, hogy az ő tanításait átadja, hanem mondhatjuk ezt, hogy nem hagyta őket magukra, hanem felvértezte az előttük álló időszakra, az előttük álló nehézségekre, kihívásokra őket úgy, hogy rájuk lehelte a Szent Lelket. És igen, nagyon sok olyan kiégett, elkeseredett fiatalt látok, aki tényleg csak szinte oda lett dobva az ifi vezetői szolgálatba, és fogalma sincs az, hogy hogy is kéne csinálni talán ezt a szolgálatot, hanem csak azt mondták neki, hogy na, tessék, te legyél az ifi vezető, mert mondjuk te vagy az egyetlen ebbe a korosztályba, és most ezt neked kell csináld. És igen, ahogy az előbb is említettem, lehet, hogy egy olyan élethelyzetbeli változás jön valakinek, hogy el kell költözzön, családot alapít, vagy a munkája olyanná válik, hogy nem tudja akár az ifi vezetői szolgálatot tovább vinni. Viszont fontos az, hogy folyamatosan, ahogy a váltófutásnál is a stafétabot átadása történik, folyamatosan adjuk át ezt a szolgálatot. És a Sufni Talkomnak az egyik fő célja az, hogy te ne ilyen vezető legyél, aki csak úgy oda dobod a szolgálatot a következő generációnak, hanem figyelj oda arra, hogy ennek nagyon nagy szerepe van a közösség jövőjéből, hogy te hogy adod át a szolgálatot, hogyha oda kerül a sor. Viszont nem csak önmagában az átadás fontos, hanem az átadásnak a mikéntje is. Jézus ugye rájuk lehelte a Szent Lelket, és én felteszem a költői kérdést, hogy te milyen módon végzed a szolgálatodat. A szolgálatodban felismerhető-e a Szentléleknek a vezetése, annak a munkája? És törődsz-e azzal, hogy vajon akik most körülötted szolgálnak, azok milyen kapcsolatban vannak Istennel? Vagy te magad milyen hatással vagy rájuk? Talán, ha az utódképzésben is gondolkodunk, akkor nem szabad elfelejtsük azt, hogy az a minta, az a példa talán, amit mi a saját életünkkel hagyunk a következő generációnak, az talán meghatározó lehet egy új vezetői csapat létrejötte után is, és az a lelkület öröklődhet. Annyira nagy a vágy a szívemben, hogy mindannyian, akik talán most hallgatjátok, egy jó Istentől való lelkületet és Szentlélek vezetését tudjátok átadni a következő generációnak. De mégis hogyan felmerülhet bennünk ez a kérdés, hogy hogyan tudjuk megtenni ezt, és hogyan tudjuk átadni az ifi munkát a következő generációnak. Biztosan ti is vizsgáljátok a saját közösségeteket, hogy kikből is áll, és milyen fajta összetételű egy-egy közösség. Tudjátok ti is biztos azt, hogy nagyrészt mondjuk középiskolások és egyetemista korosztályból áll egy ifjúsági közösség, egy csapat,
És van egy sajátossága is annak, hogy ilyen összetételű egy ilyen közösség. Az, hogy gyakorlatilag 3-5 évente, mondhatjuk így, fluktuálódik egy közösség, mert tényleg valaki elvégzi a középiskolát, másik városban megy tovább tanulni, vagy valaki elvégzi az alapképzést, de már a mestert másik városba akarja csinálni, és tényleg azt láthatjuk, hogy lehet, hogy van egy aktív szolgáló ifjú, aki te úgy gondolsz, hogy na, ez a srác, ez nagyon jó utód lehet majd, nagyon jó képességei vannak, és tényleg szilárd alapokon áll a hite, és az élet máshova szólítja. Nagyon nehéz így tervezni, és szinte, ha össze akarnánk foglalni ezt az állapotot egy mondattal, azt mondhatnánk, hogy egy az állandó, a változás. Kivéve ugye Isten, mert ő az, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És igen, hogyha egy célt ki akarnánk tűzni, hogy mi a célja egy közösségnek, az, hogy talán ebben a változó világban, amiben élünk, ebben mégis tudjunk egy olyan közösséget alkotni, ahol az emberek találkoznak Istennel, és ahol az életek megváltoznak, és megtérések történnek. De mégis mit kezdjünk ezzel a mögöttünk lévő generációval? Vagy hogyha meg akarnánk nevesíteni, mit kezdjünk akár pontosan a Z generációval? Talán ti is lehet, hogy átéltétek azt, hogy igen, nagyon folyamatosan változó világban vagyunk, és igen, nagyon sok hatás ér minket. És mégis azt kell mondjam, hogy a saját életemben is megtapasztaltam, hogy a Z generációval való szolgálat engem is frissen tart. Pedagógusként ugye dolgozom, és sok fiatallal találkozok ebből kifolyólag, és ők is segítenek abban, hogy kicsit jobban megértsem az ő világukat is, és megértsem azt, hogy mi is veszi őket körül. Bár azért hozzá kell tegyem, hogy nekem is ki kellett lépek a komfortzónámból ahhoz, hogy egyáltalán meg akarjam érteni, hogy mi az a TikTok, de nem szabad a homokba dugnunk a fejünket, és értenünk kell azt a korosztályt, aki mögöttünk van, és értenünk kell azt, hogy milyen világ is veszi őket körül. De van ennek egy pozitívuma is. Például én tudom magamról, hogy nálam sokkal, de sokkal jobban tudják kezelni a social media felületeket, nálam fiatalabbak, és igen, nálam sokkal-sokkal kreatívabb és jobb ifis Insta oldalt tudnak csinálni, ezért is nem én csinálom nálunk például, és ki kell használni ezeket a lehetőségeket, ezt kell mondjam nektek. Igen, ez a generáció nagyon kreatív, és nagyon-nagyon sok olyan érték van bennük, amiket igenis meg kell ragadjunk, és a közösség hasznára kell, hogy és Isten dicsőségre kell, hogy váltsunk. Aztán, ugye mindehhez hozzátartozik az ifinek a láthatósága is. Ti is talán küzdötök azzal, hogy milyen plakátokat kell csinálni egy-egy közösségnek, milyen módon kell elérni az embereket. Sajnos olyan képileg túlterhelt világban élünk, hogy tényleg ami már nem üt meg egy bizonyos inger küszöböt minőségben, arra már lehet, hogy nem is ragadnak le, és nem is fognak eljönni akár egy alkalomra, hogyha annak az alkalomnak egy gagyi, rossz minőségű plakátja van. Igen, fontos elérnünk ezt a képileg leterhelt generációt is, mert Istennek terve van velük is. És mi az, ami talán nehézség lehet az ő bevonásukkal kapcsolatban? Azt tapasztaltam, hogy a kitartás az egy talán gyengesége ennek a korosztálynak abban, mert nem szeretnek huzamosabb ideig dolgokat csinálni, hogyha az éppen nem villanyozza fel őket, vagy nincs elég sok pozitív visszajelzés abban a dologgal kapcsolatban. És igen, ez körül tudja venni az életünket, és meg tudja határozni, akár belegondoltak abba, hogy sokan 3-5 évente tényleg új munkahelyre mennek, vagy akár évente is, mert úgy érzik, hogy na, itt most megregettek egy szintnél, és inkább elmennek egy máshova, egy másik környezetbe, ott majd jobb munkakörülmények lesznek, és jobb fizetés. Vagy, ami még szomorúbb, amikor a kapcsolataink válnak instantá. Amikor hozzászokunk ahhoz, hogy elég gifekben kommunikálni egymással, amikor nem vagyunk képesek talán még a telefont se fölvenni és fölhívni a másikat, hanem még az írásunkban is egy rejtett kommunikációt alkalmazunk, az nagyon torzítani tudja a mi kapcsolatainkat. És igen,
A legnagyobb probléma, amikor az emberi kapcsolataink után az Isten nevű kapcsolatunk is felületessé válik. És igen, amikor ilyen szívvel vagyunk jelen a közösségbe, az magára, a közösségre is kihat. Tehát a legnagyobb veszély talán ez a felületesség, ami létrejöhet így egy közösségben, és igen, sajnos a fiatalok ezzel küzdenek, az a sok impulzus, ami érik őket, könnyen hamarabb kiéghetnek talán, mint ők maguk gondolnák azt. Viszont az elköteleződés hiánya az jelen lehet, de nekünk ebben segítenünk kell őket. És igen, olyan jó az, amikor oda tudsz állni egy fiatal mellé, és tudod segíteni a nehézségek közepette. Talán amikor egy szolgálatban megbotlik valaki, vagy úgy érzi, hogy ő ezt nem bírja tovább csinálni, akkor fontos nekünk kifivezetőknek melléjük állni, és talán azokat az időszakokat átívelni, amik nehezek, küzdelmesek és harcosak. Ez a mi felelősségünk. És egy hogyan kérdés után a következő az, hogy igen, hogyan után, a mikor és mivel tudjuk őket felkészíteni, ez a kérdésre a választ keressük tovább. A felkészítés. Nagyon fontos az, hogy be kell őket vonni már akár egy egyszerűbb szolgálatba is. Mire gondolok? Talán, hogyha csak arról van szó, hogy amikor valaki bejön a közösségbe, az ifibe, akkor van egy ajtónáló szolgálat, és csak tud mosolyogni az illető, akkor meg kell kérni arra, hogy nem csinálná szívesen. Vagy hogyha csak arrébb kell tenni pár asztalt, akkor olyan jó lenne, hogyha be tudnánk vonni őket ezekbe az alapvető, talán nem olyan nagy erőfeszítést igénylő szolgálatokba is. Viszont megtapasztalhatjuk, hogy amikor ezekben a kisebb szolgálatokban is hűen jelen vannak ezek a fiatalok, akkor igaz lehet az, hogy tényleg aki kicsin hű, utána az Isten is többet fog rá bízni, és hiszem azt, hogy ha valakinek egy alázatos szíve van, és azt, amit mi rábízunk, azt alázattal meg tudja tenni, akkor lehet akár nagyobb felelősséget is adni neki utána későbbiekben. Mire is gondolok? Talán próbáljátok ki azt, hogy egy szolgálati csoport vezetőnek megbízzátok az illetőt. Vagy ha van egy csoportbeszélgetős ifi alkalom, akkor kérjétek föl őt arra, hogy ezt a csoportbeszélgetést vezesse ő. De nem muszáj mindenkinek talán olyan szolgálatot is adni, ami előálló szolgálat, de legalább legyen egy olyan felelősség ebbe a szolgálatba, amikor emberekért felelős az illető, vagy talán eszközökért felelős, mert ezzel is megláthatjuk azt, hogy mennyire kitartó, mennyire hűséges az adott szolgálatot illetően, és ezután lehet tényleg az a következő lépcsőfok, hogy az ifi vezetői csapatba, vagy akár magunk helyett ifi vezetőnek felkérjük. De ez is egy folyamat, és annyira jó az, hogy ahányan vagyunk emberek, mindannyian különbözőek vagyunk, és egy ifjúsági csapatban is az a legjobb, amikor nem ugyanolyan emberekből áll az adott közösség. Az a legjobb, amikor kiegészítjük egymást. És lehet, hogy az az illető, akiben te a jövőt látod, akiben te potenciált látsz arra, hogy akár átvegye a helyedet, vagy csak melléd ifi vezető társként csatlakozzon, lehet, hogy teljesen más jellegű ember is. Lehet, hogy azok a dolgok, amik neked alapvetőek, vagy azok, amikkel te abszolút nem küzdesz, az lehet, hogy neki kihívás. De itt jön nagyon-nagyon képbe, amit az elején is mondtam, a stafétabotnak az átadása előtti pillanatok. Amikor az a folyamat, amikor még kicsit együtt kell futnia két futónak. És igen, neked is vezetőként nagyon fontos az, hogy ne csak odadobd a stafétabotot a következő generációk, ne csak ott hagyd őket, és tényleg majd úgy lesz, ahogy lesz, gondolod magadba, hanem legyen felelősségérzeted abban, hogy igenis ezekkel a fiatalokkal foglalkozni kell, azért, mert itt az Isten országa a tét. Az a tét, hogy fennmarad egy közösség, vagy nem. Hogy az a közösség továbbra is egy oázis lesz akár világi embereknek, fiataloknak, akik lehet, hogy nagyon sok traumán átmentek, de úgy jönnek el a közösségbe, hogy ők lehet, hogy ott tudnak először találkozni valóságosan Istennel. És igen, ez a mi felelősségünk az, hogy az évek telnek, és mi soha nem leszünk örökké már fiatalok, de
lesznek mögöttünk olyan emberek, akikre bízhatjuk a jövőt, és igen, bátorítanak erre, hogy tedd meg ezt. És az összefoglalásként egy rövid pár sort még engedjetek meg tőlem. Az első tehát az, hogy legyen folyamatos az ifi munkának az átadása, ahogy mondtam, és ne várj addig, amíg szükség lesz rá, hanem próbáld meg, még már akkor elkezdeni kinevelni az utódokat, amikor még talán úgy érzed, hogy nincs rá szükség. És végül, de nem utolsó sorban, legyen az a Jézusi lelkület benned, ami Jézusban megvolt, és legyen az a vágy a szívedbe, hogy a Szentlélek általi vezetett életed, az legyen valóság, és legyen példa az utánad lévőknek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok! Thank you.